Üdvözlök mindenkit, ezúttal Kondás Elemér labdarúgó edző a vendégünk. Elemér, úgy hozta az élet, hogy jelenleg most nem dolgozol sehol, erről majd később beszélünk. Mivel telnek a napjaid? Kérlek, mesélj nekünk erről. Elfoglalom magam a házi munkákkal, elég szépen nő a fű, úgyhogy kertészkedek, meg amit lehet ott otthon azért elvégzek. Meg a hétvégén, amikor mérkőzés van, akkor kilátogatok. Voltam a Loki mérkőzésen is, voltam a Nyíregyháza mérkőzésen is. Úgyhogy ahol pattog a labda, oda megyek. És nem szoktak kérdezni, hogy nem-e azért jöttél, hogy valami de, állás nincs. De éppen amikor most, ja, jó, hát a Lokinál nyilván nem kérdezték, de a Nyíregyháza meccsre előre szóltam a edző kollégának, hogy nem azért megyek, mert fúrni akarom, úgyhogy... És mondta, hogy szeretettel várnak, úgyhogy mondtam, hogy fúrót nem viszek, csak a mérkőzést szeretném megnézni. Úgyhogy igen, tehát ilyenkor előfordul az, hogy véletlenül vagyok kint, vagy szándékosan, de pusztán csak időtöltés. A munkátokkal jár, hogy időnként megválnak tőletek, vagy te távozol idő előtt. Szerinted mennyi időnként van szükség egy ilyen kikapcsolódásra, pihenésre egy foci edzőnek? Hát nekem mennyi az egészség? Nekem nincs. Tehát igazából 12 éves korom óta a futballal foglalkozom, 27 évet futballoztam, most meg már 21 éve edzősködöm. Úgyhogy igazából az utóbbi időkben van ilyen szabadság, addig nem nagyon volt. Most úgy néz ki a labdarúgásban, így van, hogy nem biztos, hogy nem olyan biztos az edzőknek a pozíciója. Kérlek, mesélj arról az esetről, ami nem régiben történt veled, hogy Diósgyőrben feljutó helyen állt a csapat, és tulajdonképpen a rivális edzőjére cseréltek le téged. Hogyan zajlott ez? Mert azért a sokat látott magyar futballban is, azért ez egy igen érdekes jelenség. Igen, engem is megdöbbentett, de erről nem nagyon akarok beszélni. Jelenleg én a DVTK-val szerződésben állok, csak a munkavégzés alól vagyok fölmentve, úgyhogy nem szeretnék ebbe semmilyen vélemény nyilvánítani. Minden esetre meglepett, gondolom. Igen, meglepett természetesen, de hát minden munka addig tart, amíg a klubvezetés vagy a tulajdonos úgy ítéli meg, hogy az annak tartani kell. Úgyhogy jelenállás szerint így vagyunk, tehát ez nem volt egyszerű dolog, de hát az élet ilyen. Itt a srácok nincsenek munkaviszonyban a Diósgyőrrel, már Tibike focizott ott. Ti hogy éltétek ezt meg, vagy mit szóltatok hozzá, annyira döbbentett meg benneteket? Szerintem minden focihoz értő, vagy nem értő, vagy aki kicsit is érdekli a foci, az meglepte nyilván ez az eset, de tényleg, ahogy te is mondtad, ma annyi mindent látunk ebben a magyar fociban, itt semmi sem biztos, úgyhogy én is, mikor beszélgetünk a saját focinkról a többiekkel, akkor mindig hozzátesszük, hogy várjál még azzal, itt tényleg minden előfordulhat. Úgyhogy itt azt tervezni, meg azt, hogy mire mi jön, meg hogy mondjuk a csapat hogy fog reagálni egy meccsre, vagy mi fog történni, milyen szabály lesz, vagy a bíró mit fog dönteni, meg hogy már eddig így volt, akkor most már ez mindig így lesz, azt biztos nem lehet kijelenteni, hogy tényleg minden lehet. De szerintem nem úgy, lehet, hogy megvan ez a sok hülyeség a többi futballban is, nem csak Magyarországon. Igen, hát mi azt látjuk belülről jobban. Tibi, Diósgyőriké, egykori Diósgyőriké? Én nekem kicsit amúgy fáj a szívem a Diósgyőr miatt, most jelen pillanatban, hogy nem veszem B1-be. De nyilván még van két mérkőzés, azt hiszem, hogyha a Kecskemét esetleg elrontja, akkor még feljuthat a csapat. Én nekem ebben az egészben nyilván személyes jó kapcsolatom van az Elemérre, tehát ilyen szempontból is azért figyelemmel követtem, meg érzékenyen érintett, hogy nem ők maradtak az edzők, az Igor Bogdanovics-sal, de nekem inkább az egész globálisan az üzenete ennek az, ami nem szimpatikus, meg nem tetszett, hogy egy külföldi kezdőedző, mert mondhatjuk a Vukmére, hogy ő nem nagyon ért el még eredményeket Magyarországon megtörténhet az, hogy egy külföldi kezdőedző kiüt a nyerekből, úgymond egy, most mondhatom így Eleméről szerintem, hogy az aktív edzők közül a legeredményesebb magyar edző, úgyhogy ez mind önmagáért beszél, és hogy ez Magyarországon megtörténhet. Én ebbe gondoltam bele, hogy fordított esetben mondjuk az ő országában ez megtörténhetett volna, hogy egy magyar edző kiüt a nyerekből egy külföldi edzőt, főleg egy olyan magyar edző, aki a legeredményesebb most itt az edzők közül. Tehát nekem ennek az üzenete nagyon rossz az edzői szakmának is, meg abból a szempontból is, hogy igazából most Diósgyőrbe is választottak egy utat,
az az út az működött úgymond, mert feljutóhelyen volt a csapat, és idény közben változtatni azért eléggé rizikós. Nyilván azt szokták mondani, hogy az edzőváltások általában beszoktak jönni, és akkor hirtelen a csapat gyorsan nyel 2-3 meccset, és az akkor rendben lesz. Igen, de... Mondjuk itt pont nem. Hát pont, itt pont nem. És ez meg egy eléggé vékony jég volt. Szerintem most nagyon sok szimpatizást elvesztett a Diózsgyal, szerintem az országban. Tehát mindenki szurkolt nekik, patinás klub, ott a hely az ember, első országból, jó szurkolótából, és mindenki szurkolt nekik, hogy jussanak vissza, aztán történt ez, és szerintem egy csomó hát olvasva az internetes kommenteket, hát itt, hogyha az ember senki nem beszél, szimpatizál igen. velük most, a, sőt, a miskolciak is elfordultak kicsit a csapattól. Ha már itt tartunk, szerintetek ki fog feljutni? Hát a Vasas. Téved van rá. Fogadni venni. Hát az már nagyon feljutott. Sajnos én azt mondom, hogy a Kecskemét fel fog jutni, mert nem gondolnám, hogy hibázni fognak. Két meccsből egyet kell nyerniük, a Diózsgyőnek kettőkből kettőt. Nem tudom, tehát... Én szerintem is a Kecskemét most esélyesebb. De hát ahogy az előbb mondtam, annyi minden történt már, hogy meg az ellenkezője is. Elemér? Véleményed szerint? Hát én ebben nem szeretnék. Nem szeretnék belemenni. Hát vagy. Nyilván persze. Megvan természetesen az én gondolatom, de nem be. Hát nem abban egyetértetünk. Nem lenne szimpatikus, meg én olyan ember vagyok, tehát én ahol ettem, oda nem fogok piszkolni, meg nem fogok vissza semmiféle sárdobálásba kezdeni. Szurkolunk a Diózsgyőnek. Úgyhogy csak annyit, hogy a Vukmir azért megkóstolt, nincs ereje a csapatnak, igen. De először magával foglalkozzon. Ennyi. Csak Válasz. Így szűken. Először nézzen a tükörbe, aztán utána majd. Minden esetre abban egyetértünk, hogy ezt azért már csak a Kecskemét ronthatja el szerintem. Beszéltünk a legendás konyhai beszélgetéseink során arról, hogy 10 éve nyertetek veretlenül bajnoki címet. Elemenítsük már föl ezt. Mi kellett ahhoz? Milyen a csillagállás, hogy az úgy kijöjjön a lépés, és 66 óta újra ismét. Hát az legyen. Az igazság, hogy igen, ez nagyon szép esemény volt. És nyilván az azért tudott megvalósulni, mert ha akkor tud egy csapat bajnok lenni, vagy jó szerepelni, hogyha minden apró dolog összeáll. És akkor abban az évben tényleg jó volt a csapat összetétele, ugye együtt volt a csapat, és nyilván szerencse is kellett hozzá természetesen, sőt akkor azt mondták, hogy voltak a rossz nyelvek, azt mondták, jó, hát a félszemű, vagy a vakok között ugye könnyű volt veretlenül bajnoknak lenni, nem tudom, hogy miért, mindegy, volt ilyen vélemény is annak idején, de azt gondolom, hogy de hát sem a világban, sem Magyarországon olyan sűrűn nem fordul elő ez, hogy egy csapat veretlenül megnyeri a bajnokságot. Én személy szerint nagyon büszke vagyok a csapatra, akkori csapatra is, akik a klubnál dolgoztak, akik irányították a klubot, és a kollégáimra is természetesen. Hát de itt a kicsi még részese is volt. Tehát Tibivel úgy vagyunk, hogy volt játékostársam, volt játékosom, meg volt edzőkolléga is, tehát... Még lehetsz a játékosa. Én? Hát csak azt jelzik a sorájtában. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép esemény. Remélem azzal tudtuk öregbíteni a Debrecen város hírnevét, a Debrecen futballját. Igen, meg hát általában egy ilyen 10 éves jubileum az úgy eszébe szokott jutni az embereknek. Hát meglátjuk, hogy eszébe jut most az idén. Esetleg valakinek. Nem tudom. Bár ugye... Bár most följívjuk rá olyan a figyelmet. Olyan, hát ez egy mindennapos esemény, hogy valaki, vagy egy csapat többi veretlenül bajnok lesz, úgyhogy hát még a külföldi futballban is ritkán fordul elő. Nekünk akkor sikerült, nyilván mindennek össze kellett jönni ahhoz. Jó játékosok kellettek, meg mondom, tehát akkor például az a középpályasor az átlag életkora volt 23 éves, azt hiszem. Ugye a Bódi, Varga, Szelim, Szakály, ha azt veszük a Bódi 90, Nes, a Varga Józsi 88-as, a Buarna 88-as volt, és a Szakály volt 86-os. Tehát akkor 12-ben 24 volt az átlag életkora a középpályának. Hát az szuper. És eléggé... És a sérülések is elkerültek. És igen, tehát azt a bajnokságot igazából szinte ugyanaz a csapat játszotta végig. Nagyon ritkán kellett belenyúlni. És volt olyan játékosunk, ezt meg kell, mint az Adnan Alisic, aki egy nagyon jó futbolista volt, és nem tudott játszani bajnoki mérkőzésen. Hollandiában volt, amikor az év játékosa volt, és itt állunk nem tudott játszani, mert akkor a csapatnak úgy ment, hogy egyszerűen nem tud, ő középpályás volt,
játszott Liga kupába, meg játszott a Magyar kupába, de a bajnoki mérkőzésen nem tudott. De az érdekes, az, abban az évben nem csak a bajnokságot nyertük meg veretlenül, hanem a kupát is. Igen, és mutatja a csapatnak a fizikai erejét, hogyha szinte ugyanabban az összeállításban lenyomott egy bajnokságot. Úgyhogy gondolom ezzel sor. Tibi, te ezt hogyan? Te már peremember voltál. Igen, akkor. Én akkor kevesebbet, szerintem pont azon gondoltam akkor, hogy kevesebbet játszottam abban az évben bajnoki, mint amikor két év múlva bajnokok lettünk. Igen. Mikor 14-ben. Tehát még esküszöm, még akkor többet játszottam, mert abban a csapatban úgy valahogy szinte cserélni se kellett senkit, mert mindig sem, sérülés nem volt, semmi nem volt, hogy ezt azt a csapat... Hát nyertél. Tehát a veretlen bajnoki cím, hogy nyersz, akkor... Hát a győztes csapatot ne változtasson. 30 meccsből 8x volt a többi győzelem. És rúgott a csapat közel 70 gólt. És 18-at kapott. Tehát az volt igen, tehát marha kevés gólt kapott a csapat, és mondom, közel 70 gólt rúgott, tehát nagyon jó volt a gólarányunk. Mind a kettő játékos volt játékosod, igaz? Tibi is abban az Tibi is volt, az... igen, Tibi is volt. Csak ugye a második kicsivel, bajnoki címnél. Igen, jöttem. Kicsivel azért mondtam azt, hogy ő volt játékostársam is, játékosom is, meg edzőkolléga. Tibi csak... De még én ifibe is voltam. Igen. És milyen volt velük dolgozni, most elmondtad, hogy jó és rossz. Hát jó, nem tudok. Csak rosszat meg nem. Rosszat meg nem. Ez olyan, mint a Diós Győri kérdés. Jó, igen, ez kényes kérdés. De én megmondom a hátuk mögött is. Nincs az egyen. Nem, hát figyelj, ha most mondom a kicsiről, mert ugye már kifelé ment, mondtam neki, hogy nem kell minden edzésen részt venni. Hát de jó, azért jönne. Hát mondom, ne gyere. Mondom, két edzés van. Azt mondja, hogy mi lesz délelőtt? Mondom, délelőtt futás lesz. Jó, akkor arra jövök. Hát azt imád. Azóta is. Igen. De most tehát nem kellett visszafogni. A Tisza Tibi, ő más típusú, ugye mondhatom, a sokkal képzett futballista. Simán, hát nem elismerés. Ezzel nem vagyunk be. De a Tibi se kellett noszogatni. Tehát azt mondom mind a kettőre, hogy profi játékosok voltak. Nem kellett őket noszogatni. Ha éppen nem játszottak, elfogadták. Nyilván persze tudom, játékosként szarul esett az, hogy miért nem játszom, viszont én próbáltam korrekt lenni mindenkivel. Tehát, hogyha nem játszott, akkor megbeszéltük, hogy most ez miért, vagy miért úgy. De hát olyan, csinált olyan dolgokat a pályán, ha csak visszagondolunk a Lettek elleni mérkőzésre, nem? A 9-2-re, tehát olyan finom megoldásokra volt képes, hogy tehát egyértelmű. Igen, amúgy ezt, amit említettem, már bocsánat, hogy nem volt, hogy nem játszottunk meg, akkor is jó csapat volt. Tehát pont azt mondtam, hogy nem az volt, hogy egy csatár volt, mint most mondjuk a Lokiban van 1-2, és akkor játszik az, és akkor 5 meccsen keresztül nem rúg gólt, de még mindig játszik. Ott egy fél ideig nem rúgták, ott már 60. perc, egy csere volt, már jött a másik. Nekem nincs hiányérzeted a debreceni gólok számával? Hát abból a szempontból van egy pici, hogy én az Újpestbe több gólt rúgtam, meg a Diósgyőrbe is, de más volt a szerepem is. Tehát itt azért én egy működő csapatba jöttem be 2014 januárjába, egy olyan csapatban, ami a bajnoki címért ment, és én voltam az, aki ide jött. Tehát az nem volt egy győztes góllal. Igen, de nem az volt a lényege, vagy nem az volt nekem a feladatom itt, hogy én most itt akkor rám legyen szabva minden, hanem én kerüljek be a gépezetbe. És annyira jól ment a csapat, folyamatos Európa Liga, Bajnokok Ligája selejtező minden, hogy nem volt egyszerű bekerülni a csapatba, de ez tök jó volt. Csak, és pont ezt, amit elé is mondott, hogy kevesebbet játszottam, volt olyan, meg ilyesmi, én azt gondolom, hogy a kommunikációval ezt tényleg meg lehetett oldani. Tehát most Eli szokta mondani, hogy mondta régen, hogy megmagyaráztad, hogy a rövid nadrágot is ki lehet térdelni. Tényleg, hogy meg tudta nekem úgy magyarázni, hogy még jó is, hogy nem játszott. Tehát, hogy nem, de tényleg, tehát egy ilyen csapatban, ahol sokkal jó játékos, nagyon fontos a kommunikáció az edzőnek, és ezt szerintem Tibi is megerősíti most, mert most például, amit Eli is mondta, hogy mindig nekem, hogy nem kell annyit edzeni, már ennyi idősen. Én ezt ugyanezt mondom most a Józsikának, mert hogy együtt focisztunk, aztán most így mondom neki, hogy nem kell. Aztán a felén én mindig abba vagyom, mondom, hát és nekem is ezt mondták mindig, aztán mégis olyan nehéz, tudom milyen nehéz nem edzeni, amikor már pláne nem biztos, hogy játszol, akkor már úgy okoz, hogy még jobban ragaszkodsz mindenhez. Úgyhogy jobb lesz. Úgyhogy... Nem, hát voltak olyan játékos, hogy vissza kellett fogni. Hát a Jovanovics, ugye most találkoztam vele kint a mérkőzésen, meccs előtti nap, meg volt a mérkőzés előtti nap a kis átmozgatás, stb. Néhány spin, stb. És akkor Jova még
százakat nyomta. Úgyhogy a végén már mondtam is neki, jó, mindenkinek vége, jó van, neked 100-100. Mert ő, hát, még, erre van igény. Igen, ő, igen. Még, ő még igényelt, ő még a százakat nyomta meccs előtti nap. Aztán másnap is ugyanúgy fölhúzta magát, és akkor ilyen indult is. Játékos igen, van. Ilyen típusú játékos volt. Tehát én azt mondom, hogy szerencsém volt, mert olyan játékosok voltak, akiket nem kellett visszafogni, nem kellett noszogatni, hogy na, gyerünk már kis zászlóval lengetni neki, hogy hajrá, menjél dolgozzá, hanem tényleg megcsinálták. Aztán tényleg olyan játékosok voltak, rengeteg gólt tudtunk szerezni azért, rengeteg gólt, csak abban az időszakban, amikor az első csapat edzője voltam 5,5 évig, ugye 11 áprilisától 16 július végéig. Tehát az volt a jellemző csapat, hogy mindig sok gólt rúgott. Mindig sok gólt rúgott, és akár nemzetközi mérkőzésen, és szerencsére mi még át tudtuk élni azt, hogy a Nagy-Erdei stadionban full ház előtt tudtunk igen. játszani. Igen. És egy csodálatos mérkőzés, pont az Újpest ellen. Igen. 3-1-re meg tudtuk nyerni a nyitó mérkőzést. És utána milyen... még a Honvéd ellen is. Igen, Honvéd ellen azt mondom azóta is. Igen, hát az elsülhetett volna másképp is, mert ugye végtámadtuk a mérkőzést, volt olyan támadásunk, amiből a Honvéd játékosai közül kettőt ki kellett volna, egy támadáson belül állítani, nyilván nagyvonalúak voltunk akkor, aztán utána megkaptunk egy gólt, támadtunk, ugye kicsinek nem adták meg a büntetőt, ami most tényleg az volt. Most az egyszer. Már mutattam nekik, Tibi kattalom. Én adtam a labdát, de az ami tényleg az akkor volt. Ha VAR lett volna, akkor most az a meccs az lehet. Hogy... És akkor mindenki boldog. Igen. De hát megéltük azt, hogy bajnokként kifütyültek minket. De sok hülyeséget lehetett olvasni ezzel kapcsolatban, hogy bunda volt. Hát, aki látta a mérkőzést, hát mindent kihagytunk. Hát úgy nem lehet bundázni, hogy... Hát jó, ez az első, úgyis mindenkinek eszébe jut. Semmi, Honvéd kétszer elszaladt, kész. Nyilván a Fradi MTK meccs, mostani meccs is bunda volt. Abból lett a második gól, hogy kicsit agyon rúgták, mindenki állt. Kemenes Szabi fölkapta a labdát, kigyújtotta, hát olyankor már mi van? Jött a kapus, meg a belső védő egymást nagyon rúgták, és oda került a ellenféle labda, be kellett gurítani félpályáról, vagy nem tudom honnan. Igen, tehát ilyenkor már persze már az agy sincs rendben, teljesen. A görcsös volt mindenki, mert persze. Szeretett volna 20 000 nézni bajnokavatást. De ez már olyan mérkőzés volt, hogy már mérkőzés előtt bajnokok voltunk. Igen, igen, tehát ez csak már... Hát, igen. Ugye, akkor is a szurkolók. Igen, de most nyilván, igen, nyilván. Meg nem adnának a szurkolók egy ilyen meccsre, hogy utána bajnokok. Ja, bajnokok vagyunk, de egy teltházas meccs. Igen, de aztán utána én még azt megértem 16-ban, hogy a harmadik helyen voltunk, és hát az most kudarc vagy siker? Mm-hmm. Igen, pont. Hát most már azért sok minden hol az a harmadik hely? Sok minden megadnánk, de hát változó. Hát meg most 39 ponttal bennmaradsz két mezforduló előtte. Akkor igen, akkor meg kiesett a csapat, igen. Tehát, hogy hát 38-al maradtál bent végül is, mert akkor már szinte Kövesd ellen volt, most szereztél egyet, ugye? Hát jó, most 39 van, de hetedik vagy, 39-en meg kiestünk. Igen. Így van, pontosan. Most és ha a MTK esetleg nyer, akkor 39 pontod lesz-e 8-dik? 8-dik, ja. 8-dik. Akkor meg kiestél. Igen. Egyébként az is érdekes szituáció lesz, hogy a Kisprest vagy az MTK pottyan ki, hogy látjátok, hát a mászlóba egy... került. Hát igen. A Fradival játszik a Honvéd? Nem. Puskás. Akadémiával, ami Puskás, mindig presztízs. Az MTK meg velünk, ugye? Tehát Felcsúton játszanak, az MTK-hoz megy a Loki. Hát mostani helyzet alapján az MTK benn marad, hogyha a formát nézzük. Ha meg azt nézzük, amit Tibi szokott mondani, hogy kikapunk itthon a Fehérvár ellen, ezőkövesden meg nyerünk, akkor meg nem tudom. Nem érte, hogy látod? Meleg a pite. Meleg a pite, igen, igen, valamiért a Honvédnak nem úgy alakulnak a dolgai, ahogy szeretnék. Nyilván eddig az MTK-nak se úgy mentek, viszont most ezzel a győzelem adhat nekik egy azért csak rúgtak egy hármast a Fradinak, ez adhat nekik egy olyan lökést, egy olyan mentális erőt, hogy lehet, hogy be tudják húzni az utolsó mérkőzést. Is leverték, húzta Fradit is, és jobb formában vannak. Nyilván, itt ilyenkor már az idegek harca is. Idegek harca, igen. Mentálisan melyik, milyen erős, milyen éppen milyen mentális állapotban vannak, milyen plusz erő van bennük, ez sokat számít. Meg hát, ahogy a mérkőzés alakul. Igen. Ugye sokszor fontos az, hogy a gól az nagyon nagy rendező, tehát hogyha az elején gól tudnak rúgni, az tudja az erőt megsokszorozni. És, tehát és nem, nem tudnék egyik csapata se tenni, hogy most melyik lesz. Egyrészt nem is szeretek se tipixelni semmit, nem is tudom, hogy kell, meg én nem szoktam tippelni, mert nem szokott bejönni. Mm-hmm. Úgyhogy... Értem. Beszéltünk itt bajnoki címekről, feledhetetlen bajnokságokról. Melyik volt a pályafutásod mélypontja? Mi az a mérkőzés, szituáció, ami a legfájóbb még így ennyi év után is?
Nem fogsz meglepni. Hát több is van ilyen, mert hát az egyik az, amikor a Borisovnál a 97. percben gólt kaptunk, és azzal nem, már akkor benne lettünk az Európa Liga csoportkörbe, és ugye újra bent lett volna a Debrecen, és nem egy kiemelt büdzséből, hanem egy viszonylag szerényebb büdzséből, és ugye akkor jellemző volt a Debrecen csapatára, hogy a kétharmada, meg hát hál' Istennek még most is, hogy általában a játékosok kétharmada, a játékos állomány kétharmada az saját nevelésű volt. És úgy sikerült volna újra bejutni az Európa Liga csoportkörbe. És, ez ugye, egy kicsit a klub jövőjét is meghatározta. Hát nyilván egyértelmű, és még lett volna szanszunk a playoffra, persze, a BR-re, és azt hiszem egy szlovák csapattal játszottunk volna, tehát még akár bármi előfordulhatott is volna azon a találkozón. Érdekes volt az a mérkőzés, mert ugye itthon játszottunk a Batéval, nyertünk 1-0-ra, a 90. percben kihagytunk egy nagy zicset. A Szejdi, a Limám Szejdi belevezette a kaputba. Kimentünk, vezettünk, olyan gólokat kaptunk, amilyeneket, mert volt úgy, hogy a Rodionov rálökte a Korhut Misit a Mészárosra, és utána mind a kettő orra esett, és ő berúgta. Meg hogy a játékvető hosszabbított 7 percet, ugye akkor már mindenki csendben volt, már mindenki csendben, 90. perc környékén, már mindenki csendben volt, ültek a fehér oroszok, egy szót nem szóltak, és bemutatta 7 percet, akkor mindenki hurrá hangulat, igen, és nyomták befelé labdákat, meg a másik az, hogy hát 30-valanyadik perctől emberhátrányba játszottunk, tehát az több mint 60 percet emberhátrányba kellett játszani. Két sárgával, igaz? Igen, hát az is érdekes volt, egy ilyen találkozón a 8. percben már odaadta a sárgát a játékvető, de nyilván, hogyha utána nézzük az eseményeket, azért a Borisov, amikor otthon, és ezt megmondtam korábban is, mikor a videótanon is játszottak, hogy a Borisov, amikor ilyen sorsdöntő meccset játszott otthon, azért mindig megvolt a kiállítás. Véletlenül. Be volt készítve a kis szakja, véletlenül megvolt a kiállítás, és ezzel nem akarok semmit sugallni, csak azért, ha nézzük, a számok makacs tények, ahogy Eperes művész úr mondta annak idején a Csabla Csacsiba. Úgyhogy most, hogyha tényleg mindig történik valami, ezek a tények, ezekkel nem lehet vitatkozni. De jól csinálták, mert mindig ott voltak a nemzetközi. Esetleg még korongban. Olyan pont, ami... A másik pont az pedig, amikor ugye a Lokitól el kellett jönnöm, az első csapattól, akkor 16-ba a Vasasnál. Vezettünk 1-0, aztán kikaptunk 3-1-re. Igen. És az fájó volt, mert ott ugye előtte kikaptunk a fehér oroszoktól, a Bela Zorinyótól, és kiestünk az Európa Ligába, és utána pedig mentünk a Vasashoz, és vezettünk, aztán a Ferenci rúgott egy gólt szabadrúgásból lepattanót, aztán pedig kikaptunk 3-1-re, a kifejelt nekünk 2-t. Pedig játszottam csereként az a meccsen. Igen. Majd... Védő. Vaskó. Vaskó Tamás. Úgyhogy az fájó volt. De nagyon szép emlékeim vannak. Hát ha valaki mondta volna, amikor elkezdett, hogy ez így lesz, és akkor egyből aláírtad volna, gondolom, amikor alokérre kineveztek. Ja, persze. Hogy hát, azt mondják, ennyi 5 év és veretlen bajnoki cím. Igen, hát és abban az 5 évben volt 2 bajnoki cím, 2 kupagyőzelem, 3. hely, 4. hely, de az is kupaindulást ért. Igen. Kudarc. Igen, a kudarc. Igen, úgyhogy... Az a szép, tényleg szép időszak. Aztán Tibivel az oldaladon többek között beszálltatok egy mentőakcióba, ugye Vitelki Zoltánt váltottátok a padon, 6 mérkőzést kaptatok, ha jól... Hát 6-ot, de az első mérkőzés az olyan volt, hogy hát hétfőn kaptuk meg a csapatot, és kedden már utaztunk Újpestre. Akkor csodát nem lehetett csinálni. Hát ott semmit igazából. Hát az mennyi volt az a meccs? Azt kikaptunk aztán 3-0-ra. Kikaptunk 3-0, de nem úgy alakult az a mérkőzés, hogy ezt azon ki kell kapni, de kikaptunk 3-0. Viszont utána a következő 5 mérkőzésen ott azért 51%-ot sikerült hoznunk, és a gólarányunk azon az 5 mérkőzésen pozitív volt, úgyhogy Fehérváron a 90. percben kaptunk ki, megvertük a Diósgyőrt, x-eltünk a Puskással, hát mezőkövesden nyertünk. Megrúgtatok a utolsó percben 2 kapufát, 2. Igen, rúgtunk 2 kapufát az utolsó percben. De hát az már ilyenkor nem, mert sokan mondták, hogy azon a kapufán múlott, mert azon pár centén. Nem, a futballt nem lehet becsapni, tehát az egész éves munka az ilyenkor már nem adja. Tehát hogyha ha nem teszel sokat érte, szerencsére csak annak van, aki tesz érte. Hát ráadásul az egyenlítő gólunk előtt meg ők
bénáztak egyet, igen. Tehát ott valahogy úgy került persze, labda. Persze. Hát az már bónusz lett volna, hogyha tényleg mi a kapufa bemegy ott a végén, az bónusz. Nyilván örültünk volna neki. Hát hogyne. De hát ez ilyen. Ilyenkor már nem adja. Aha. Tehát hogyha a labdarúgás nem lehet becsapni, tehát hosszú távon nem lehet csalni a futballt, mert az megbüntet. Ez egyből tipikének sikerül. Hát de elég jól sikerült. De jó megérti, mert előletet semmi gond. Kivétel adősítő. Engem szabály. Mindig érdekelt az, hogy meccs közben, mondjuk optimális esetben sok szurkoló előtt, mennyire tudhatni a pályám elől az edzőt. Tehát amikor már zajlik a meccs, látom ugye a stratégiákat, hogy kiabál, de nem is hallják, főleg egy külföldi mérkőzésen, hogy mit lehet még ott, oké, belenyúlsz cserével, szünetben elmondod, hogy mi van, de amúgy közben lehet hát, ott figyelni a játékot? Igen, közben annyit lehet, hogyha oda közeledben van egy játékos, oda hívod, de elmondod neki, nem biztos, hogy azt adját. Ez biztos nem azt. Mert nem ját küldött, hogy szóljak a Bényei Balázsnak, 10 perc mezőkövesdő játszottak, és 10 perc vagy 3 olyan hibát csinált, hogy elé így nézett, hátra ránk, hogy na szóljon valaki, valahogy senki nem mozdult el. Megkiabáltunk, és nem figyelt megint oda. Na, nem mondom még egyszer, még akkor sem mentünk, utána, na most autójára mondom. És akkor felálltunk, én mondom, és úgysem, hogy senki, az körbe mentem, kaptam egy sárgát, mert levágtam a kanyarokat, és akkor kiabálok Balázsnak, hogy Balázs, dugó, mondtam neki mindent, utána bementem már a pályára, Bényei, és akkor vigyelt ide. És akkor jött a bíró, hát tipikém, ez sárga. Igen, már nekem mondták, mikor elindult, hogy a kicsi sárgát fog kapni. Hát, és benne van. És utána 2 perc múlva külső elrúgta, és léc lett, kapufa lett belőle, és akkor mondtam, hogy na, ezt mondtam neki, és hát egy kicsit bejött. És hogyha használtok ilyen nagy szavakat, mi az edzői hitvallásod, milyen fajta trénernek tartod magad? Most nem jó vagy rossz, hanem hogy mi az, amit szeretsz minden csapatodnál látni? Nem, hát én dolgos edzőnek tartom magam, tehát hogyha kell, akkor én megcsinálom az edzést egyedül is, tehát nincs ez a probléma, de azt szeretem, hogyha a csapat támad, én szeretem, hogyha történnek események a mérkőzésen, tehát nem feltétlenül csak a védekezés számít, nyilván ez fontos dolog, de én szoktam engedni a játékosokat érvényesülni, tehát nincs megszabva, hogy na most csak ezt csináltad, vagy csak azt csináltad. Persze edzéseken gyakorolunk dolgokat, aztán azt a játékos majd megoldja, hogy éppen abban a szituációban mit választ. Egy szintig föl lehet építeni a játékot, utána a 16-os környékén már úgyis majd a játékosok döntenek. Most, hogyha jól ad be, ha jól fejezi be, az már azzal nem tudok mit kezdeni, de én azt szeretem, hogyha a csapat játszik. Tehát nem rugdossa össze-vissza a labdát, hanem próbáljon meg játszani a csapat. Megpróbáljon meg lendületesen játszani a csapat. Nekem ez a... Meg szereti a szakszavakat, mikor ellenfél edzője, pályaedzője, mit tudom, én egy kicsit a melegítést tartott, és mondta, tágítsuk ki a kapillárisokat, elígyel. De azóta tágulnak a kapillárisok minden csapatoknál. De ezt elmondom, hogy az U16-os meccsen voltunk akkor. Akkor még a játékosok se tudták. U16-nak segítettünk be, mert szar helyzetben volt a U16-os csapat, és pont elmentünk idegenbe, és ott történt ez a dolog. Tágítjuk a kapillárisokat. És hogyan viselted, vagy viseled a... lelátói kritikákat. Idegenben azért az ember kap mindenfélét szerintem. Igen. És te ott vagy előttük a... Azt szokott zavarni, amikor kiabálnak, hogy bukott edző. Nem érzem ezt, mert én szerintem szeretne sok mindenki ilyen bukott edző lenni. Tehát ilyenkor nem szoktam egyet érteni vele, de hát nem tudok mit csinálni, nyilván. Jártam már úgyis úgy Szolnokon, mentem át a kispadhoz. Szavasz ellenmér, hello, szia, szavasz. 5 perc múlva meg 90 percen keresztül. És akkor na, mit szól az ember? És itt van a nyakamba. És akkor mond mindent. Na hát ezzel nem tudsz mit kezdeni. Elég jól tűröm én ezeket, elég jól viselem. Harcedzett vagy? Harc, igen. Hát azért már 21 éve ott vagyok a kispadon, úgyhogy kaptunk már azért mindent, eleget. Volt, amikor a saját szurkolóinktól is kaptam nyilván. Ha jogos a kritika, akkor igen. Én azt szeretem, hogyha így szemtől szembe megmondja, hogy figyelj, ez van, akkor meg tudjuk beszélni. Az, hogyha valaki elkezd írogatni névtelenül hülyeségeket, azt nem is olvasom ezeket, mert nem érdekel. Hogyha valaki nem veszi arra a bátorságot, meg a fáradtságot, hogy odajöjjön, én nagyon szívesen leülök bárkivel, odajöjjön és azt mondja, figyelj, szerintem
ez voltál, ezt rontottad, akkor elmondom neki, hogy jó, lehet, hogy igazad van, de én ezt így látom. Volt olyan példa, amikor mondták, hogy gyere ki! Mondom, mindjárt csak interjú van. És akkor utána jöttek a biztonsági emberek, hogy arra menjél már másik ember. Mondom, nem, hát kimegyek, hát nincs ez semmi gond. Kimentem, na akkor mi? Hát semmi, hogy akkor ez hogy volt, meg akkor már mindjárt másabb volt mindjárt a szituáció. Tompul a persze, az hát egésznek. Nem kell ezt olyan forrón ezt a gását. Sajnos a futball az ilyen, mind a két csapat nyerni akar, ugyanazt akarja mind a kettő, mert amikor mondják, hogy ja, de nem lehet jobban akarni, persze. És azt szoktam mondani, hogy most jó, más szavakkal, de most ott van egy pótkocsi, van rajta homok. Egyik le akarja dobálni, a másik dobálja vissza. Na melyik fog nyerni? Tehát ez nem úgy van, hogy odállok, ledobálom és kész, elvégeztem a munkámat, hanem közben dobálják vissza. Akkor... Hát van egy ellenfél. Hogyne, mindenki azt akarja. Úgyhogy nem egyszerű az a labdarúgás, csak hát ugye vannak... Okosok. Vannak okosok, így van. Vannak olyan emberek, akik nagyon gyorsan megtanulják ezt. Tehát... Vannak, akik lassabban. Hát már így marad. Úgyhogy vannak, akik nagyon gyorsan megtanulják ezt, nem kell nekik sok idő, akár a harangöntéstől a nem tudom, bármi jégpillanatok alatt. Irigylem ezeket az embereket, hogy ilyen jó felfogásúak. Igen, minden az is értenek. Elemér, nagyon szépen köszönjük, hogy megtiszteltél bennünket, elfogyott a műsoridőnk. Hát elég baj ez ide. Hát azt kívánom neked, hogy mi hamarabb munkád legyen ismét. Na, köszönöm szépen, meg hát a telefon, bontakozz ki valahol ismét, és valakit följutó pozícióba visszal, aztán kezdje el remegni, mert akkor már baj van. Akkor már baj van, igen. Hát most ugye addig jó, még nincs siker. Addig jó, úgy néz ki. Azt meg én nem szeretem. Tehát ugye a Diózsért is azért vállaltam el, mert én szeretem a kihívásokat, meg szeretem azt, hogyha van cél. Hát a Lokinál 66%-át tudtam a mérkőzéseken lenni, a Diózsgyőrben a 81-et. Hát reméljük a következő csapatnál, hogyha lesz ilyen, akkor már meghaladja a 90-et, és közelít a 100-hoz. Előbb-utóbb. Hát csak ez azért lett volna jó, hogyha ezt sikerül behúzni, mert ugye pont amiről beszéltünk, ez a 10 éves évforduló a Lokival, meg hozzájött volna még a Diósgyőr feljutása, ez igazából egy szép évforduló lett volna, szép ünnep lett volna, de hát ez már... Az élet másképp rendezte. Igen, az élet nagy rendező, úgyhogy ezt így rendezte. Nem tudunk mit csinálni, ennek kell megfelelni. Oké, köszönöm szépen, srácok. Köszönöm szépen, Elemér. Köszönjük a figyelmet. Jövő héten ismét jövünk. Ez a Tibiék. Rock and roll. Az.